Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt. Ezzel a címmel tartottak fórumot a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban október 26-án. Az est vendége Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes volt, aki nemrég Brüsszelben járt, ahol hazánk és az EU bizottság közötti vitás kérdésekről tárgyalt. Egy világlátási különbség van köztünk a bizottság és a közép-európai országok között. A helyzet az, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy a progresszió az azt jelenti, hogy a vallás, az egyház, a keresztény civilizáció eltűnik, a nemzetek, a nemzeti szuverénitás visszaszorul, és hogy a családot relativizálják, erre találták ki az LMBTQ-t. Na most az a helyzet, mi hiszünk abban, hogy az ember olyan lény antropológiailag, hogy nyitott a lét határtalan horizontjára, tehát az embernek a transzcendens nyitottságából következik a vallás, és a keresztény civilizáció pedig az egy olyan adottság, ami a személyes vallásosságtól függetlenül az életformánkat jelenti. Tehát például a nők tiszteletét, a lelkiismereti szabadságot, és így tovább, ami az életformánk, és ez a keresztény civilizációnak a megvédése, ez nem egy szoros értelembe vett vallási kérdés, hanem egy civilizációs kérdés. Ők úgy akarják relativizálni a keresztény civilizációt, hogy az iszlám tömegeket behívják Európába, és ezáltal párhuzamos társadalmakat hoznak létre, és ezáltal próbálják Európának a keresztény civilizációs jellegét relativizálni, utána pedig megszüntetni. A másik konfliktus a nemzeti elkötelezettség. Mi azt gondoljuk, hogy az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn, és a nemzetek védelmét jelentik a szuverén nemzetállamok. Ők ennek az ellenkezőjét gondolják, ők azt gondolják, hogy a nemzet az a történelemből itt maradt, avít, ózsdi valami, amire tulajdonképpen nincsen szükség, és az igazi intellektuál az nem magyar, nem lengyel, nem horvát, hanem csak úgy nagybetűvel írt, úgy általában vett ember. Szerintünk ez pedig az ember antropológiai megcsonkítása. A harmadik pedig a család kérdése. Itt az a helyzet, hogy mi azt gondoljuk, hogy a természet rendjéből következik az, hogy a férfinő, egy férfi, egy nő közötti házasságra és életelköteleződésre épül a család, és részint ez következik a keresztény civilizációból, megjegyzem a római jogból is, de alapvetően a természet rendjéből. A mi álláspontunk az, hogy a magánéletében mindenki azt csinál, amit akar. Majd elszámol a Jóisten előtt, hogy tud. De a helyzet az, hogy az állam nem azért támogatja a család intézményét, hogy az állampolgárok szexuális önmegvalósítását finanszírozza, hanem azért, mert a családban születik a gyermek, amelyik fenntartja a nemzetet és a társadalmat. És ezért nem tudjuk elfogadni azt, hogy a természet rendjét és a keresztény civilizációt zárójelbe téve gyakorlatilag minden szexuális formációra ki akarják terjeszteni a család fogalmát. Ugye most már nagyjából 100 úgynevezett szexuális identitást ismernek el az egy férfi, egy nő elkötelezett életkapcsolatával azonos rangúnak. És itt az igazi konfliktus a Brüsszellel az, hogy ők azt akarják, hogy az iskolába is, az óvodákba is a LMBTQ propagandát beengedjék. Na most mi ezt nem fogjuk beengedni, de hangsúlyozom, hogy nem csak a homoszexuális propagandát nem engedjük be, hanem a heteroszexuális propagandát se. Most durván fogalmazzak, az se helyes, hogyha prostituáltak mennek az óvodába magyarázni a prostitúció szépségeiről. Senki ne menjen az óvodába, semmilyen szexuális szempontot magyarázni az óvodásoknak és az iskolásoknak. Pláne nem transzvesztiták meg ilyen hasonló társulat. Mert az én gyerekemnek, és így mondjam, a szexuális felvilágosítása én rám tartozik, nem pedig NGO-kra. Na most aktuálisan, ami jogi értelemben is megfogható módon, az EU-val három konfliktusunk van. Az összes többi az más természetű, de három olyan, ami elvi alapú konfliktus. Az első annak a kérdése, hogy a klímavédelmi intézkedéseknek az árát kifizesse meg. Tehát az önmagában helyes, hogy a klímavédelemért többet tegyünk. Az egy más kérdés persze, hogy miközben Európa néhány százaléknyi a világ széndioxid kibocsátása tekintetében, amíg India, Kína, Brazília, stb. A fülebotját nem mozdítja, addig
hát olyan túl sok eredményt nem várhatunk attól, hogy Európában még jobbak vagyunk, de rendben van, amit mi tudunk tenni, tegyük meg. Tehát mi ezt támogatjuk. Itt azért irtózatos összegekről van szó. Na most a kérdés az, hogy ki fizesse ennek a terhét. A Timmermans vezette bizottság azt mondja, hogy ugye akik fűtik a lakásukat és mennek az autójukkal, ők fizessék. Tehát magyarul, akinek lakása van és akinek autója van, a Józsi bácsinak a panellakása és a Mari néninek a Suzuki-ja után, ők fizessék meg. Mi meg azt mondjuk, hogy azok fizessék, akik a legnagyobb szennyezők. Tehát a multinacionális cégek. Itt a V4 tekintetében akár a legvégsőkig is elmegyünk, tehát ez egy egyelőre feloldhatatlan vita, de V4 alapon nem fogjuk hagyni, hogy a népre hárítsák ennek a terhét. Tehát még egyszer szeretném világosan jelen, mi nem azt vitatjuk, hogy helyes-e a klímavédelem, mert az helyes. Az összegszerűségen már lehet vitatkozni. De ez alapvetően helyes. A kérdés, hogy ki fizesse meg. Mi azt mondjuk, hogy a nép ne fizesse. Mert aki egy lakásból, aki kis egy autóval megy, az nem tehet arról, hogy széndioxid kibocsátás van. Azokat kell megfizetni, akik a nagy multicégekkel, a nagy szennyezők, ők fizessenek. A másik konfliktus ugye a migráció, ami az amerikaiak tragikus politikájának a következménye. Ugye most Afganisztánban egy beláthatatlan menekült hullám indul el, és ezért azt mindenkinek jó látni, és jó tudni, hogy a szír migránsok, azok egy viszonylag rendezett országból jöttek. Na most, akik Afganisztánból jönnek, azok a 7. századból jönnek, kis túlzással. Na most az a helyzet, hogy mi a kötelező kvótát nem fogadjuk el, semmilyen betelepítést nem fogadunk el. Mi azt mondjuk, hogy készek vagyunk segíteni, de az adott országba. Egyébként, és ez egy fontos dolog, én azt gondolom, hogy a kibocsátó országokkal szemben is inkorrekt a migrációnak a támogatása, mert ha mindenki eljön ezekből az országokból, az orvosok, a mérnökök is, akinek van szakmájuk, ha mindenki eljön ezekből az országokból, aki akar valamit az élettől, ki fogja újraépíteni ezeket az országokat. Tehát ahova jönnek Európának, biztonsági kockázat, közbiztonsági, nemzetbiztonsági, párhuzamos társadalom, az identitásunk kerül veszélybe, és így tovább. De a kibocsátó országok szempontjából is katasztrófa, mert azok jönnek el, akik akarnak valamit az élettől. Mi lesz azokkal, akik ott maradtak? Ki fogja újraépíteni az országokat? Tehát ezért a migráció ügybe nem hátrálunk egy tapottat sem. És a harmadik konfliktus pedig ugye ez az LMBTQ ügy. Itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, mi nem kriminalizálunk senkit. Mindenki adja a magánéletébe, amit akar. Abba viszont mese nincsen, hogy az iskolába és az óvodába nem engedünk be semmifajta szexuális propagandát, ráadásnak az EU-s szerződések alapján a családvédelmi rész, a gyerekvédelmi rész és az oktatási rész az nemzeti hatáskör. Soha semmilyen formában ezt nem adtuk át Brüsszelnek. Ebből kifolyólag migrációhoz hasonlóan ebben a kérdésben is népszavazást fogunk tartani, és a bölcs magyar nép el fogja dönteni. Semmény Zsolt a fórumon arról is beszélt, hogy a korábban már leszerepelt baloldali erők visszatérnének a hatalomba. A cél elérése érdekében a szélsőjobbos szavazókat is maguk mögé állítanak, ezért fogtak össze a Jobbikkal. Ettől remélnek nagyobb szavazótábort 2022 tavaszán.